is bocsánatot szeretnék kérni, amiért Zalán folyton közben szólt, miközben én dumáltam, de ő már csak ilyen és remélem attól még érthetően elmondta a fontos információkat. Sziasztok! Itt a DPCZ, Zalán és... Dorina. Na, szóval elérkeztünk az a videóhoz, ne csörögje, mert úgyis így is kint megy a porszívó, de remélem, hogy attól még hallatszunk, és az nem hallatszódik. Na! És rettetlenül szóval, is itt van velünk. Látjátok most így ilyen nagy szilveszteri sapkába, Zalán meg ilyen hajba. Paróka. Úgy mondják paróka, hajlakos. Hajlakos paróka. Na, hangosan. Na, szóval akkor itt vagyunk, és akkor elérkezett a harmadik nyereményjáték, de ez az harmadik nyereményjátékunk a csatorna. Harmadik nyereményjátéka, és akkor ez lesz az ilyen kis bejelentő videó, hogy mi is a dolgotok, hogy nyerjetek, és hogy mi a nyeremény. Úgy bizony. Na! Figyeljetek, varázslók! Figyeljetek! Ha! Na, szóval, akkor ugye ez a szilveszteri nyereményjáték, úgymond utószilveszteri nyereményjáték, hiszen már 6-a van, és ugye hát nem olyan volt szilveszter, de hát most értünk rá, ezért most lesz így a nyereményjáték! De szerintem ez nem gond. Na, akkor. Bujék amúgy. Hogy mi a dolgotok, hogy nyerjetek? Az első, feliratkoztok a csatornára. Ha feliratkoztok, csak akkor vettek részt. Második, lájkoljátok a videót. Ha nem lájkoljátok, nem vettek részt. Nem számítjuk be. Harmadik, pedig kommentbe odaírjátok, hogy kész. És ha odaírjátok, leellenőrizzük, hogy feliratkoztatok-e és lájkoltátok-e a videót. Ha igen, akkor felírjuk a neveteket egy papírra, és akkor majd a neveket összeizéljük, összecsomagoljuk, és kisorsoljuk, mint a karácsonyi nyereményjátékom. Na, akkor... Jó rám ragadtak ennőcs miatt. Akkor... Szóval ez a dolgotok csak... Na. És ha ez megvan, akkor nézzük a nyereményt, hogy mi a nyeremény. Ez már azért nagyobb nyeremény, mint a többi, tehát ez már ilyen valódi nyeremény, nem csak ilyen játék. Aha, így van, de ez így játék. Nem, na, hogy mondjam, nem elméleti nyeremény, na. Egyetek azt a szép akkor... meg az alhajat. Alhajat. Na, és most én mondom. De várjátok, szóval ez a nyereményjáték, meddől meddig tart? Mától 6-áig. Mai. Mondjuk meddig? Tartom 15-éig. Ugye tudod, hogy azt mondod, mától 6-áig. Na jó, na. 6-ától, tehát január 6-ától, január 15-éig. Január 15. Este 7 óráig lehet. Kicsi vagy. Kusom már. Lehet nevezni. Szóval addig küldjétek be a szavazatokat, ha barátotokat is szeretnétek, hogy vegyen részt a nyereményben, akkor hívjátok meg. Yes. Na. Szóval akkor 15-ig még van időtök. Hajrá. Na és akkor... hogy mi a nyeremény, Zalám? Az. Felkommentálja. Na. Itt is vagyok. Én szerencsé, hogy megfogtam. Na, mondjad, hogy mi a nyeremény. Na. Na. Kezdjük. BLS kártya. 2014-től 2016-ig. Na, igen? Na. Semmi gond. Szóval a nyeremény, Zalám. Na. Píp! Ez a nyeremény ez nem olyan lesz, mondtam, mint a többi, hanem egy kicsit érdekesebb, főleg a foci rajongók számára, mert mindjárt kiderül, hogy mi lesz a nyeremény, szóval majd ha felkészült és elmondta. Na, tedd már le a telefonomat. Na, szóval akkor ez egy, a focisoknak előnye van, és azoknak, akik kártyát gyűjtenek, focis kártyát, mert a nyeremény... Nem mondjad már!
Szalán, leszarom, na. Na, hát a nyeremény... BL kártya. 2014-től 2015-ig. Azaz az új szezon. Hát a nyeremény. 5 kártya plusz egy csomag. Plusz egy csomag? Tehát 5 kártya, 5 darab kártya plusz egy csomag? Úgy nézzük, egy csomag 300 forint, meg ezek a kártyák minimum 500 forintot érnek. Igen, tehát nagyon drágák, tehát vigyázzatok azért, mert szerintem megéri, főleg a foci kártya gyűjtőknek. Na akkor mondd Zalán, hogy milyen 4 darab, hülye vagyok, 5. Várjatok, valaki hív. Valaki hívott. De letette. Ez mi volt? Pip! Mi kihívott? Ne, ki hív engem? Ugyan? Téged is? Vedd már fel! Elnézést! De adásban vagyunk, ember. Hali Ádám. Még hozzá. DPCZ. Nem igaz, hogy most kell hívott. Na. Jó, nem is ezt hívott. Na, szia Ádám. Na, jó van. Nem, ezt hívott. Nem, ezt hívott. Píp! Na, ne Zalán! Zalán kedves! Igen, na, ez mi volt? Zalán kedves barátja hívta Zalántot. Köszönjük Ádám innen, hogy megzavartál minket a videózásba! Na mindegy, na, szóval... Akkor a nyeremény, Zalán, sorold el, hogy még négy kártya. Az első, itt fogjátok látni alul, alattunk majdnem, így a képeit, és tényleg megvannak, tehát ezek már megvannak Zalánnak, és ezeket fogjuk nektek kisorsolni. Na, akkor az első... Az első... Master Messi! Master Messi, nem tudom ki az, de azt mondja Zalán, hogy egész. Tehát olyanokat próbáltunk összevágatni, amik értékesek. Szóval azért, na... Game Changer Messi! Már kettő Messi. Na. Game Changer Lewandowski. Lewandowski. És a legértékesebb. Még van kettő. Két Ladé címe volt. Nem tudom, hogy kell kérteni. Az egyik az a fajtája, amikor kupát emel a csapat. A másik, amikor becsúszik Ramos. Én ezt nem értettem. Nem mindegy. Plusz egy csomag. Igen, tehát akkor ez a négy játékos. És ez a négy kártya, amit itt láthattok majd szépen alattunk, amit be fogunk vágni. Jabda. Na, igen, ne szórakozzál most. Na, plusz egy csomag, amit megveszünk, de még mi se bontjuk ki, szóval nem tudjuk, mi lesz benne. Lesz ez benne. Szóval azt majd, na, hogy lesz ez megoldva? A nyertes... elküldjük postán. Tehát úgy lesz, amikor meg lesz a sorsolás, írunk a nyertesnek egy e-mailt, és vele felveszünk a kapcsolatot, és megbeszéljük vele, hogy majd elkérjük a posta címét, és akkor, hogy hova postázhatjuk, és betesszük egy borítékba ezeket a nyereményeket, és szépen elpostázzuk a nyertesnek. Ja. Na, tehát ez egy ilyen kis egyszerű dologocska lesz. Egyszerű, de nagyszerű. Szóval, aki focis kártyát gyűjt, annak nagyon előnyös ez a játék. Várunk mindenkit szeretettel a nyereményjátékra, és akkor ne felejtjétek el feliratkozás, like és kommentbe. Kész! És ja. Akkor már is bekerültök a nyereményjátékba. Na, akkor. Olyan nagy a hajam. Jó hosszú lett ez a videó, pedig csak pár percesre akartuk, de már 10 perces lett. Na, semmi baj. Na, sziasztok! Akkor menj. Köszönöm szépen a figyelmet! Na. Köszönjük szépen a figyelmet, akkor szavazzatok, vagy micsoda nevezzetek, és nyerjetek focis kártyák! Még egyszer elmondjuk, hogy vége, vagy még nem? Na!
Na, sziasztok! Két ADC Master, Messi, Game Changer Messi, Game Changer Landowski és egy csomag. Jó hallották? Egy titokzatos csomag. Titokzatos.